Most megnézzük, hogy a létrehozott csoportokat, illetve csoportosításunkat mire tudjuk használni. Ugye az lenne a célunk, hogy az A csoportosításban levő tagok azok csak az A csoport részére létrehozott tartalmakat, a B csoportosításban levő tagok azok csak a B csoport részére létrehozott tartalmakat lássák. Nem mindegyik tartalom olyan, hogy ezt be lehet állítani, általában a tevékenységek legtöbbje csoportfüggő, de például ide direkt létrehoztam egy tananyagot, tananyagtípusú objektumot, amire nem tudok csoportosítást beállítani, tehát mindenki fogja látni. Tehát akkor nézzük is meg, hogy hogyan lesz ez. Ugye létrehoztam egy próba kérdőívet, amely mindkét csoport számára látható, tehát ezzel nem fogok törődni. Megnézzük azt, amelyiknek csak az A csoport számára szeretném, hogy látható legyen. Rákattintok a szerkesztésére. És a csoport beállításoknál, hogyha be vannak kapcsolva a részletek is, akkor be fogom állítani a csoportos részvételre azt, hogy külön csoportok, csoportosításban pedig azt, hogy az A csoportnak a részére legyen, és hogy csak a csoportok érjék el, majd mentem a módosításokat, és visszatérek a kurzushoz, akkor látom is, hogy felírta, hogy ez az A csoport számára elérhető tevékenység, és itt jelzi is, hogy külön csoportokba van besorolva. Most ugyanezt megcsinálom a B csoport részére is. Tehát csak a csoportosításban beállítom, hogy külön csoport, a B csoporthoz adom hozzá, és csak csoportok számára elérhetővé teszem, mentem a módosításokat, és visszatérek a kurzushoz. Nézzük meg, hogy mit látok akkor, hogyha én átváltok most tanulói szerepre. Mivel a tanuló, itt most általában véve tanuló, ezért el fog tűnni az A és a B csoportos teszt is, tehát látom, hogy nem érem el, mint általános tanuló, tehát csoporttagnak kell lennem, hogy hozzáférjek. Nézzük meg, hogy mi lesz akkor, hogyha kilépek és belépek egy A-csoportos tanulóként. Be fogok most lépni, mint az A-csoportba tartozó tanuló, és betérek ehhez a tesztkurzusomhoz, és látom, hogy az A csoport részére létrehozott kérdőívet el is érem, hogyha rákattintok, akkor ki is tudnám tölteni. Most kilépek innen, és megnézzük, hogy valóban a B csoportos tanulóként való belépésnél a B csoportos kérdőívet fogom látni. És látom, hogy valóban a B csoport részére létrehozott kérdőívet látom. Erre használható a csoportosítás.